nekünk úgy tűnt kívülről, hogy nem csak, hogy magabiztos volt ez az úszás, hanem még maradt is benned némi nemű tartalék. Ezt rosszul mértük fel itt a partról? Hát utolsó százalom azért fontos volt, hogy a győzelem párszor körbe is néztem, hogy minden rendben van, sőt, többször, úgyhogy lehet, hogy tudtam volna egy picit jobbat. Miért tartalékoltál? Hát ez azért elfáradtam reggel is, kicsit elfáradtam, úgyhogy így nem tudom, mennyivel tudtam volna ma jobbat, nem sokkal. A négy úszásnemet, ha külön vesszük, hogy ízlett ez a négy úszás? Hogy vagy megelégedve velük külön-külön? Hát szerintem mindegyik ugyanannyival volt rosszabb, mint szerettem volna. Nem volt itt se kiugró, se, ami rosszabbul ment. Úgyhogy hát próbálunk gyorsulni. Két és fél hónappal az olimpia előtt ez neked mire nézve és visszajelzés? Hol jöttek ki a hibák? Mibe kaptál megerősítést? Hát ugye a OB-t ki kellett hagynom teljesen. Úgyhogy szerintem az nem biztos, tudja, hogy nem jött jól. Hát, hogy ne legyek hülye. Ezt hogy érted? Hát a saját hibámból lett ez a OB kiadás, úgyhogy... Az egy sérülés volt mondjuk. Igen. Úgyhogy magamra kell, hogy vessek. Hogy fog kinézni a következő két és fél hónap? Tudod már nagyjából egészében a menetrendet? Igen, igen. Maradunk a tervnél, megyünk edzőtáborba, utána a versek, amik be vannak tervezve, azokat is csináljuk. Úgyhogy... Ma egy kicsit jobbat szerettünk volna, úgyhogy sok munka áll előttünk. Azért egy picit megünnepled ezt a mai győzelmet, nem? Legalább ma este. Meglátjuk, majd Ákos megmondja.